Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit enniük, odahívta tanítványait és így szólt hozzájuk. Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen bocsájtom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen közülük messziről jöttek. Tanítványai így feleltek. Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jól lakjanak? Jézus ekkor megkérdezte tőlük. Hány kenyeretek van? Azt felelték, 7. Akkor meghagyta a népnek, hogy telepedjenek le a földre. Majd fogta a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép között. Volt néhány kisebb haluk is, azokat is megáldotta és meghagyta, hogy osszák szét. Ettek és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot, 7 kosár telt meg vele, mintegy 4000-en voltak. Azután elbocsájtotta őket, maga pedig tanítványaival hajóba szállt és Dalmanauta környékére ment. Ezek az evangélium igéi.